Hát ilyen keretes szerkezetben ezzel a témával kezdjük egyébként, amivel majd befejezzük. Jó estét kívánok, ez lesz a mai egyenes beszéd. A stúdióban itt van már Gégény István, a Szemlélek magazin lapigazgatója, és Szerető Szabolcs, a Magyar Hang újságírója. Jó estét, szervusztok! Jó estét, szervusztok! Szóval, hogy ma jelentette be Kocsis Csake Olivió, a Párbeszéd egyébként alapítója volt ő, és pártigazgatója is volt, ha jól emlékszem, hogy átlépett a DK-ba, és jön majd ma az adásba. Mit szóltok ehhez? Nem ő az első. Igen, azt hiszem, hogy ebben a műsorban is beszéltünk már arról, akkor talán olyan abban az összefüggésben, hogy éppen az MSZP-ből volt sok, több olyan politikus, hát ugye korábbi pártelnök is, aki a DK-ba igazolt. Valóban különösen így a választások után lehetett érezni azt, hogy a DK-nak van egyfajta ilyen gravitációs ereje, amivel az ellenzékből több politikus magához tud vonzani, bár ellenkező irányú mozgásokra is volt például, azért a jellemző ez. De nincsen ebben semmi újdonság. Én talán azt gondolom, hogy az időzítés az a DK-nak azért lehetett talán szerencsés, mert hogy az a Jászberényi választás, időközi választás, ami a hétvégén lezajlott, és ott ugye az történt, hogy a civilek, illetve ellenzékiek ugye nagy győzelmet arattak a Fidesz-szel szemben, és ennek az összefogásnak ugye nem volt része ott a DK, tehát volt egy olyan, letett egy olyan üzenete is, hogy esetleg a DK nélkül is sok mindent el tud érni az ellenzék, vagy talán jobban jár, hogyha a DK nélkül politizál. Ilyen értelemben erre is lehet ez egy válasz, hogy a DK ezzel jelezte, hogy hát ő ott van a színen, és az ellenzéken belüli erőmozgásokat azt tudja erőteljesen befolyásolni. Én egy kicsit messzebbről indítanám, egy tágabb perspektívából, ugye 2022 áprilisában történt egy parlamenti választás, amivel nagy reményekkel indult az ellenzéki összefogás, és végül is egy csúfos kudarc lett belőle, és azt gondolom, hogy következett egy gyászidőszak, és azóta gyakorlatilag valószínűleg lezajlott egy újratervezés is, és most az újratervezés utáni időszakban vagyunk, láthatjuk, hogy miközben zajlik úgymond a színfalak előtt is egy mozgás, tehát bejelentések történnek, hogy különböző politikusok mondjuk pártot váltanak, a közben mondjuk látunk olyan plakátokat, ahol már egy potenciális mondjuk jövőbeli miniszterelnök jelöltnek a sémája rajzolódik ki, tehát látszik, hogy a pártok részben újratervezés, részben talán saját túlélésüket próbálják keresni, és ilyen értelemben is különlegesen érdekes ez a Jászberényi választás, ahol gyakorlatilag az összes párt, a kormánypárttal együtt, ha jól tudom, gyakorlatilag logó nélkül, kvázi függetlenségnek a nem mondom, ami látszatát, hanem a függetlenség stratégiájával indult neki, és lett az az eredmény, ami. Tehát, hogy az, hogy valaki például felvetette, talán egy jobbikos képviselő azt, hogy talán elgondolkodott, hogy legalábbis önkormányzati szinten érdemes lenne a párt nélküliség stratégiai felé elindulni. Beszélünk erről mindjárt. Nem akarok nagyon belemenni, de előre, mert ez egy külön téma, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy ez mennyire működhet, vagy mennyire nem, de azt mondod is, hogy látsz mozgás, de mondjuk azon kívül, hogy egy-egy politikus átlép ide vagy oda, leginkább a DK-ban, valóban láttok nagy mozgást, mert hogyha visszaemlékeztek, és biztos, hogy emlékeztek rá, mert a választások előtt sok politikus mondta azt, Párbeszédes is például Mellár Tamástól kezdve, de volt MSZP elnöktől, vagy MSZP elnökkel folytatva, hogy ez így nem jó, hogy ennyire sok kis párt van, biztos, hogy lesz két-három nagyobb párt. Ez viszont nem történt még meg, és azért már jócskán eltelt egy bizonyos idő április óta. Igen, de azért az látszik, hogy vannak kikristályosodási pontok itt az ellenzéken belül, és nyilván ez a kettő legerőteljesebb, az valóban a DK és a Momentum, és a közöttük mindig is látható, hogy van egy ilyen nem is mondom, piszkálódás, de ütés, vagy csörte folyamatosan zajlik-e két párt között. De én azt gondolom, hogy ennek abban a szempontból van jelentősége, hogy szerintem az egyes mozgásokat, meg egyes ilyen átüléseket, átigazolásokat szerintem az ellenzéki szavazók jelentős része is ilyen válvonogatva szkeptikus a figyelmet. Ettől azért önmagában semmi nem változik, mert szerintem is a Jászberényi történet is ezért érdekes, mert ott nyilván nem a Jászberényi modell lesz az, ami mondjuk 2026-ban sikerre vihető, egy sikeres stratégia lesz az ellenzék számára, hiszen egészen más egy önkormányzati választás is egészen más egy országos parlamenti választás, hiszen onnan egész egyszerűen a pártokat abból nem lehet kiszedni. Szóval azt gondolom, hogy itt inkább az a kérdés, hogy mit tud tenni az ellenzék azért, hogy ne az történjen, hogy
hogy mondjuk az egyik párt a másik rovására erősödik, akár 1-2% elcsippent a másiktól, hanem hogy mitől tud az ellenzék önmagában egy olyan ajánlatot tenni a választóknak, amivel ugye azt a tortát tudja növelni, hogy ezzel a közfeletű hasonlattal egy nagyobb torta legyen. Most attól, hogy valaki most átül innen oda... Most nem ez történik egyébként, hogy az egyik párt elcsippent, a párbeszéd ez egyébként reagált erre, és azt mondja, hogy hát ennek aztán nagyon nincs itt az ideje, és ez nagyon rossz, hogy egy közösségek kanibalizálására kimondtam irányul a DK-nak ez a tevékenysége, és hogy ez nem igazán a pozíciósztogatásnak az időszaka, feltételezve, hogy nyilván ígértek Kocsiszaki Olivának valamiféle pozíciót. Én választópolgárként azt kérdezném meg, és ugye itt is lesz a már említett politikus, úgyhogy lehet, hogy föl is lehetne tenni a kérdést, de nem akarok beleszólni ebbe, csak hogy engem az érdekelne, hogy beszélünk arról, hogy pártfegyelem, ami sokszor nem olyan szerencsés, mert hogy sokszor a párt érdek adott esetben a személy érdeket fölülír, de most pontosan a párthűségnek a hiányát látjuk. Tehát, hogy ha ennyire könnyen átül nem is egy, hanem jó pár politikus innen oda, onnan amoda, akkor ő mit is képviselt eddig, vagy mit fog ott képviselni? Tehát, hogy... Ez is lehet egy csalódás az ellenzéki szavazók számára, vagy aki mondjuk bízott meg. Én most választópolgárként gondolkozom el, hogy akarjak-e én, tehát hogy miért váltok én olyan könnyedén gúnyát, leegyszerűsítve, és ülök át egy másik családba, egy másik ideológiai közösségbe, akkor mondjuk ezt ki így, tehát hogy most el is hangzott talán itt, hogy most hirtelen zöld értékeket viszi a DK-ba, hát, szóval ez a, nem mondom, hogy fából vaskarika, de messze van még ahhoz 2024, talán azért mondom, hogy szerintem ennek az előkészületét látjuk, mint ahogy egyébként a Márkizai Péter pedig bejelentette, az is egy kicsit kurtán, furcsán ott a kis szóbeli csörtével a Hatházi Ákossal, hogy ő most pártot szeretne alapítani. Azért mondom, hogy szerintem véget ért egy bizonyos gyászidőszak, a nagy bukást mindenki elrendezte magán házon belül, és most kezdődik az újra tervezés, és én ennek tudom be ezeket a mozgásokat, és nem vagyok benne teljesen biztos, hogy maguk a pártok is egészen pontos forgatókönyvvel rendelkeznek, hanem inkább próbálkoznak, és ezt most a nyilvánosság előtt teszik. Van egy ajánlat, amit, és akkor térjünk rá a Jobbik ajánlatára, ez a bizonyos pártpolitikamentes helyi politizálás, ez akkora nagyon nagy sikert az ellenzéki pártok körében nem avatott, a Momentum úgy reagált rá, hogy most nem ennek van itt az ideje, de hát közben tegnap Tompos Márton itt elmondta, hogy már a miniszterelnök jelöltjük is megvan, és Donát Anna van azon a bizonyos plakátokon, és tulajdonképpen ő lesz majd a miniszterelnök előtt, az a választás meg ugye még hol van, tehát ott meg, mint hogyha egy picit előre szaladtak volna. 24 meg itt van, de ők egyébként előválasztást szeretnének, szóval kavarognak itt ezek az ötletek. Erről mit gondoltok erről a pártpolitikamentes helyi politizálásról? Nem egy picit átverése ez a szavazóknak? Ezt nem gondolom, ugye az eredeti ötlet egyébként, ugye az a Vona Gábor féle második reformkor alapítványtól származik, és ezt vette át, vagy hát nyilván egy kicsit más formában a Jobbik. Mert az, bocsánat, az teljesen kivette volna a politikusokat. Igen. Ez nem. De azt gondolom, hogy van ebben logika, és szerintem ilyen dolgokon jó, hogyha ilyen témákon gondolkodnak a politikusok, és gondolkodik a közélet, szerintem az mindig előre tud vinni, még hogyha esetleg nem is fog ez megvalósulni, hiszen Magyarországon azért ilyen típusú változás csak akkor történhet, hogyha a Fidesz ezzel egyetért, vagy a Fidesz ezt akarja, tehát hogy erről tulajdonképpen tét nélkül lehet beszélgetni, legalábbis jogi értelemben. De az ellenzéki stratégia szempontjából az önkormányzati választásnál ez működhet, tehát ilyen értelemben lehet Jászberényi modellről beszélni, csak szerintem nem kellene összekeverni az általános országos választást. Nyilván egy önkormányzati választás is, ha országos, akkor tud az lenni. Csak ugye ott a Fidesz egy csapdát állított ugye az ellenzéknek, amit egyébként már jól látható csapdát, tehát hogy egy időben fogják tartani jövőre az Európai Parlament és az önkormányzati választást. Ennek a két választásnak a logikája eltér, hiszen az Európai Parlament választás az tisztán pártlistás szavazás, tehát ott a pártok nem tudnak elbújni. Tehát egyszerre kell majd valahogy a pártoknak azt megoldani az ellenzéki oldalon, hogy egy saját magukat is, saját nélkülözhetetlenségüket is megmutassák a választóknak, vagy erre felhívják a figyelmet. Másrészt bizony nagyon sok helyen meg az összefogást kell támogatni, egész egyszerűen az önkormányzati választás is olyan, a választási rendszer olyan, hogy ha széttüredezve indul az ellenzék, akkor valószínűleg a Fidesz olyan helyeken is tud nyerni, ahol egyébként kisebbségben van. Szerintem olyannyira legitim egyébként ennek a politikusnak a felvetése már, mint hogy a párt politikától mentes helyi politizálás, hogy a Szemléleken is éppen a mai reggelen, tehát nem beszéltünk össze, nyilván ez már jó ideje elő volt készítve, jelent meg az a cikk, ami eljött-e az ideje a pártok nélküli politizálásnak, ez a címe, és a szerző Sáho Eszter pontosan ezt elemzi, nem azt mondja, hogy ez egy helyes út, hanem hogy legalábbis merjünk már egy kicsit ki gondolkodni a keretekből, és akár hogyha most itt beszélünk eljövendő miniszterelnök jelöltekről, biztos, hogy
kvázi potenciális messiásokat kell egymással szembeállítani, mint ahogy gyakorlatilag most itt fölépítették az elmúlt választásokon a mondjuk a Márki-Zay Pétert szemben az Orbán Viktorral. Tehát tényleg, hogy itt ilyen hősökre van szükség. És lehet, hogy igen, mert így működik a politika, de mégiscsak Jászberénynek az az üzenete, hogy aki régóta elkötelezetten, magabiztosan tolta a szekeret, és megbízható, az majdnem mindegy, hogy milyen logóval indul, az a mi emberünk. És lehet, hogy... Hát helyben ez működhet, de azért az országos politikában, tehát kormányt váltani egészen biztos, hogy csak pártpolitikusok tudnak, és pártok tudnak. Tehát ott az ugye nagyon nehéz lenne. Nem tudom, de hogyha rákeresünk mondjuk angol nyelven arra, hogy pártok nélküli politizálás, akkor látható, hogy Amerikában is már több éve felmerült ez, ott ugye egy ilyen csacsival, meg egy elefánttal szokták jelezni a két fő pártot, és hogy húzzuk át mindkettőt, és hagyjuk ki ezt a pirosat meg a kéket. Ugorjunk egy témát, mert van még, ugye kedden jelentette be a honvédelmi miniszter, hogy megszüntetik azon katonáknak a szolgálati viszonyát, akik betöltötték a 45. életévüket, és legalább 25 éve tényleges szolgálati viszonyban voltak, vagy ennyi idővel rendelkeztek. Ti minek tudjátok ezt be? Neki volt egy magyarázata, fiatalítani kell, nemzetközi tapasztalattal, nyelvtudással felvértezett vezetőkre van szükség ebben az állományban. És ugye vannak olyan hírek, aminek most, hogy pontosan így van-e vagy sem, azt én innen nem tudom megerősíteni vagy megmondani, hogy a miniszter tömegesen él is ezzel a lehetőséggel, tehát hogy általában... Tehát a vadai ágyesítéssel 170-ről beszélt, hát a mait azt nem tudjuk. Ami nagyon soknak tűnik úgy első lendületből, és nyilván akkor ennél több is lehet, de még egyszer mondom ennek, hogy ez most így van vagy nem így van, ezt pontosan nem tudjuk, de ha így van, akkor azért az egy nagyon furcsa és meglepő történet lenne. Egyrészt azért, mert mégiscsak ez a kormány 13 éve van, tehát 13 éve kormányoz, és ezek szerint, hogyha ilyen rosszul áll ilyen területen, tehát hogy ennyire alkalmatlan a tisztikar, akkor azért felveti ezt a felelősséget is. Másrészt itt az életkornál azért elgondolkodtam azon, hogy Magyarország ugye 1999 óta a NATO tagja. Tehát azért azok, akik most szolgálnak a hadseregben, azok már azért egy NATO kompatibilisnek kell lenniük, hogyha a rendszer jól működik, hogyha itt ekkora baj. Én értem, amit mond a miniszter, tehát, hogy itt egy haderő reform készül, jelentős, tehát ilyen technikai beszerzések, hogy új képességek kellenek, tehát a fiatalitás mellett még lennének érvek, de hogy ez ilyen tömegesen zajlik, akkor nem lehet nem arra gondolni, hogy itt valami fajta talán valamifajta politikai szándék is van emögött, hogy egy lojálisabb, a kormány politikai iránt lojálisabb tisztikar legyen, ami viszont aggasztó lenne, hiszen nem ez a feladata a harmadik. Vadai Ágnes ezt tegnap egyértelműen ő kimondta, hát ő politikus, ugye nyilván mondhatja, hogy itt egy NATO-mentesítés zajlik tulajdonképpen. Hát lehet, hogy kemény lesz, amit mondok, de hát megint csak az állampolgári oldalról bárcsak ne fűzött volna indoklást a miniszter ehhez a döntéshez, mert akkor legalább volnának pozitív forgatókönyveink is, de hogy olyanokat mondani, hogy a fiatal mellett szeretnék a megújítást, hogy a erkölcsösebb legyen mondjuk a katonaság. Miért akkor eddig mi volt? Tehát, hogy tegyük már fel a kérdést, hogy ha ilyen indoklással mentik föl ezeket a hadseregnek a különböző vezető tisztségviselőit, milyen állapotok uralkodtak eddig Magyarországon mondjuk az elmúlt 10-12 évben? Tehát, hogy most vegyük komolyan a szavait a miniszternek, olvassuk újra, és valamit be akar vezetni, akkor addig ez szerint az nem volt ott. Tehát, hogy ezersebből vérzik ez a történet, én nem érzem jól magam állampolgárként, már pedig főleg azért, mert most egy fegyveres konfliktus zajlik a szomszédos országban. Tehát itt azért ezerszer meg... Éppen ma vétózta meg, bocsánat, az Unióban Magyarország blokkolta az Ukrajnának szent uniós fegyverkezési támogatás 7. részletét, amit egyébként eddig... Ugye ez a közös uniós fegyverbeszerzés volt, ez egy friss mai hír. Úgy szeretnék én itt ülni és meglepődni valami, hogy na, ezt megszavaztuk, vagy ezt nem vétóztuk meg, és akkor nem csak ezt az egy dolgot vétóztuk meg, hanem itt még ugye a szankciós listákról is beszélgethetnénk, de hát hogy egyre inkább jogos félelemmel kell, hogy eltöltsön bennünket az, hogy milyen érdekek és milyen szempontrendszer vezeti a magyar kormányt, mert lépésről lépésre azt látjuk, hogy megy a magyarázkodás, hogy ebben most miért nem értünk egyet az Európai Unió többi tagjával, vagy éppen a nemzetközi közösségnek a más elemeivel, vagy a más szereplőivel, és igenis itt a haderőreformnak sajnos egy olyan áthallása van, hogy sokkal inkább nem az a valós indok, mert az egy elég kellemetlen lenne, amit a miniszter mondott, hanem valami hátsó szándék lehet, ezt nem tudom, de nem hangzik jól. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.